Szép jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket ezen a mai különleges estén. Külön tisztelettel köszöntöm Szalvas Péter Ludvík és Csaba megyei jogú város polgármesterét. Ha itt van, még nem jött, valószínűleg meg fog érkezni. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat, és ennyien eljöttek erre a valóban különleges estére. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Szabó Ila vagyok. Boniz Bonadíjas kiváló tehetséggondozó tanár, de ezen az estén én most háziasszonyi szerepet töltök be. Premierre jöttünk össze ma este. Utána néztem, hogy mit is jelent pontosan a premier szó, hiszen nagyon tudjuk már használni, sokszor használjuk, de hát mondom, nézzük meg tudományosan, hogy mi ez. A szótár abban először is, hogy a bemutató előadás fogalma jelent meg, hiszen a színházakban ismeretes ez a fogalom. De ha a premierhez oda teszük a plánt, akkor pedig a filmművészet szokott ezzel dolgozni, közelkép. Aztán az érdekes szavak szótárában találtam egy ilyet, hogy premier, ugyanúgy kell leírni, csak így kell kiejteni, ez kormányfőt jelent. Aztán rokon ennek a szónak a primőr, ugye, tehát azok a árok, amelyek frissen érkeznek hozzánk. És hiába kerestem a szótárakat, valamit nagyon hiányoltam, mert nem volt benne a premier művészeti szakgimnázium és alapfokú művészeti iskola. Úgyhogy remélem, hogy nem sokára a szótárakba ez is be fog kerülni. Tehát premierre jöttünk ide ma este. Mit is lehet tudni erről az iskoláról? 2010-ben alapította Kulcsár Sándor, ő az iskola igazgatója, egyébként harmonika művész, zeneszerző, művésztanár. A 2012-es évtől a Magyar Pünkösdi Egyház a fenntartó kezdetben alapítványi iskola volt. Céljuk az igényes szórakoztató zene és a kortárs modern tánc oktatása az általános iskola első osztályától egészen a szakgimnáziumos fiatalokig, valamint felnőtteknek is, korhatár nélkül. És még egy nagyon fontos, hogy a képzés ingyenes. Tehát ha úgy érzik a mai estén, hogy szeretnének csatlakozni ehhez az iskolához, akár önök, akár pedig a gyermekeik, akkor az út nyitva áll önök előtt is. A pop, rock, jazz és a kortárs modern tánc műfajban országszerte ismert előadó művész tanárok tanítanak a premier iskolában. A tanszakok a zenetanszakban gitár, basszusgitár, dob, ének, billentyűs hangszerek, fa és részfogós hangszerek. A táncban pedig különböző műfajok, például a balett, a graham, limón és jazz technika, valamint a kontakt és a partnering. A képzésük is sokféle, 4+1-es rendszerben is dolgoznak, tehát középiskolai oktatás is folyik. Érettségük is ad, ez a 4 év, és utána 1 év még a szakvizsgáig, úgyhogy OK-i szakvizsgát kapnak. Aztán van egy másik lehetőség, aki már leérettségizett annak, 2+2-es képzés esti tagozaton. Tehát érettségi után szakvizsgát lehet szerezni, majd felsőfokú szakképesítést is, amelyet nem csak Magyarországon, hanem az Európa Unióban is elismernek. Elfogadnak, és ezzel a bizonyítványon, ezzel a felsőfokú szakképesítéssel már taníthatnak is a premierben. Tudniillik, Magyarországon nincsen szórakoztató könnyűzenei főiskola. Tehát, ha valaki a premierben elvégzi ezt a felsőfokú szakképesítést, akkor már taníthat is. A premier központja itt van Békés Csabán, de tagintézmények alakultak Szegeden és Budapesten is. És a honlapjukról néhány mondatot szeretnék idézni. Nyitott, befogadó, sokszínű iskola vagyunk. Egyaránt fontosnak tartjuk a tehetségekkel való foglalkozást és az esélyegyenlőség biztosítását. Fontosnak tartjuk, hogy egyénre szabott pedagógiai módszerekkel, korszerű tanítási technikák alkalmazásával olyan megfelelő önismerettel rendelkező értékeiket ismerő és azokat érvényesíteni tudó fiatalokat neveljünk. És hogyha többet szeretnének megtudni az iskoláról, akkor keressék meg a honlapjukat, és természetesen személyesen is meglátogathatják őket, a FEC-ben az udvaron keresztül megtalálják őket. Nos, hát akkor a mai estéről. Vissza szeretnék kanyarodni a premier szó értelmezéséhez. Valóban premierre jöttünk, hiszen nem csak az iskola neve miatt, hanem a zenetanszak művész tanárainak tulajdonképpen ebben az összeállításban az első koncertje, egy 1,5 órás különleges koncert lesz. És ebből szeretnének hagyományt építeni, tehát nem csak itt Békés Csabán, hanem a tagintézményekben, Szegeden is és Budapesten is szeretnének ilyen jellegű
koncerteket, koncertsorozatokat szervezni. Tehát egyrészt premier az iskola neve, másrészt valóban első előadás, illetve premier plánban nézhetik, hallhatják őket. Kiváló művészeket hallhatnak tehát a mai estén, akik a klasszikus zenétől a pop, rock, jazzi színvonalas műsorra mutatkoznak be a mai estén önök előtt. Október 1-én volt ugye a zene világnapja, és ez közeli dátum, tehát ez is adhatja az alkalmat ehhez az estéhez. De nem én tudtam meg, hogy október 15-e az ölelés napja. Úgyhogy legyenek szívesek a mai napon, ha még nem tették meg, legalább 20 ölelést végrehajtani, mert akkor lesz érvényes ez a világnap. Az ölelés világnapján tehát mindenkit megölelhetünk, aki önök mellett ül, esetleg barátokat, vagy ismeretleneket is. És mindent, ami lélegzik, tehát és állatokat, kutyát, macskát, vagy éppenséggel fákat is. Azt mondják, a diófa ölelése nagyon jó lesz az egészségnek, meg egyáltalán az ölelés az egészségnek nagyon jó lesz. Nos, ha az ölelés napja van, akkor fogadják sok szeretettel a premier művésztanárainak zene ölelését. A hang a szépség virága, írt a Zénon, a zene pedig a lélek szava, Kalinescu szerint. És Thomas Carlyle szerint a zene által percekig betekinthetünk a végtelenségbe. Hát kívánom, hogy valóban a végtelenség kapui nyíljanak meg most a mai estén önök előtt. Láthassák, hallhassák a szépség világát, a lélek szavát. Ehhez kívánok önöknek nagyon kellemes és jó szórakozást. És most a mobiltelefonokra szeretnék szólni. Kedves mobiltelefon, tudom, hogy szeretnétek bekapcsolódni a mai előadásba, de ha lehet, ma este ne tegyétek. Köszönöm szépen. És akkor kezdjük is a mai este koncertjét. Szeretném bemutatni első művésztanár előadónkat, Bodó Bas Éva opera énekesnőt, a Kolozsvári Magyar Opera magánénekesét. A premier iskolában kezdetektől fogva tanít énektechnikát. Gyulai Lakos és Gyulán magas kitüntetést kapott, a Pro Musica Docenta kitüntetést, és természetesen a Kolozsvári Zeneakadémia magasrangú kitüntetését is már hazavihette. Úgyhogy szeretettel gratulálunk neki. 25 éves pályájának, 25 éves évfordulójának kapta ezt a magasrangú kitüntetést. Hölgyeim és uraim, Bodó Bas Éva! Csontos József Attilát, aki zongorán kísérje. Csontos József Attila Liszt-Ferenc Zeneakadémián végzett zongoraművész szakon, úgyhogy zongoraművész tanár. A Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziumban tanít, és természetesen a premierben is klasszikus zongorajátékot. A klasszikus zeneirodalom nagyon sokszínű palettát mutat fel az Ave Máriák tekintetében. A ma este is egy Ave Máriát hallhatunk, Márkézi Ave Mária. Fogadják szeretettel Bodó Bas Évát és Csontos József Attilát.
Békés Csabán, és nem csak Békés Csabán, hanem az egész országban, hiszen a Rászló dinasztia híres a zenei pályafutásáról. Rászló Áron szeretném most beszólítani a színpadra, aki Békés Csabán születésű, és a Liszt Ferenc Zeneakadémián zongora, korrepetitor szakon végzett. Először a Bartók Zeneművészeti Szakgimnázium tanára volt, aztán a könnyű műfaj elrabolta, és a Jókai Színház korrepetitoraként dolgozik. És a My Fair Lady előadás karmestere volt. Aztán a Kalanella kórus zongora kísérője állandóan a fellépéseken ott van ő is. És természetesen ő is a premier tanára. A zongora, mint klasszikus tárgyat tanít immár a 2 éve. Rászló Áron! És aztán Hajtman Ildikót szeretném még beszólítani. A Bonis Bona díjas, kiváló tehetséggondozó, ének, zene, karvezetés szakos tanár, énekművész, akit klasszikus zenei koncertekben ismerhettünk meg, aki a komoly zenésznek vallja magát. Klasszikus műfajban számtalan Békés Csabai koncert mellett hazai nagyvárosokban is nagy sikerű koncertet adott, nem csak tehát itthon, hanem Európa több országában is. Ismerjük tehát nevét, és Bodóvas Évával már több mint 10 éves az ismeretség, közös koncerteket is adtak már együtt. Bodóvas Éva, Hajtman Ildikó következik.
erről, hogy Németországban, Olaszországban, sőt még az Egyesült Államokban is nagy sikerű koncerteket adott. Hagymán Ildikó is Franciaországban, Németországban, Rómában, sőt a Szentföldön is énekelt már. Úgyhogy valóban európai, sőt világhírű művész tanárokkal találkozunk ma este. Köszönjük szépen Bodó Vasilának és Hagymán Ildikónak ezt a nagyszerű macska duettet. És akkor szeretném a zenekart szólítani a színpadra. Kérem, hogy fáradjanak be, mert a következő zenei produkciókhoz ők is kellenek. Zeneszerző is, de erről majd egy kicsit később szeretnék beszélni. A következő, már is mondom, Horváth Elek. A hűvő és basszusgitár művész tanára, a Zene Akadémián végzett jazz tanszakon, Békés megye szülöttje, azt mondta, hogy hát ő nem is tud mit mondani magának, hiszen úgyis mindenki ismeri. 40 évig tanított ugyanis a Bartók Zeneművészeti Szakgimnáziumban, és hát nagyon híres tanítványok kerültek már ki a keze alól. És végül, amikor a beszélgetésünk véget ért, azt mondta, hogy hát, hogy a premierben meddig tanítni, a Jóisten segítségével, ameddig bírom, tanítok. Tóth Sándor. És a Zeneakadémián végzett szakszofon művész tanár. Budapesti lakos és a Budapesti Tagintézményben is tanít, és tavaly csatlakozott a Békés Csabai iskolához. Nagy zenei múltra tekinthet vissza, igen nagy nevekkel játszott és játszik együtt, Tolcsvai, Bródi, Török Ádám, Quimby, Iván és a Parazol, és saját zenekara a Jazz Pression 2004-ben megkapta a rangos Emerton díjat. Hogy ugye a Magyar Rádió és Polba Lajos kezdeményezésére alakult ez az Emerton díj, és minden évben nagyon sok hát díjat osztanak ki különböző kategóriákban, és 2004-ben csak is a Jazz Pression kapta meg ezt a neves díjat. Szőke Gábor. Származású ő is Szegeden végzett a Zeneművészeti Főiskolán top tanszakon. 12 évet tanít. A klasszikus ütőhangszereket tanít Szarvason, Kiskun Vélegyházán és a premierben 7 éve könnyű zenei műfajban, és hát hangszere a top. Berki Csaba. Nem örülik meg, ha bármilyen hangszert kap a kezébe. Billentyű, dob, gitár, szakszofon, most tanulja a szakszofont is, hogy teljes legyen a kép. A premierben tanult, és mint mondottam, tehát aki elvégzi azt a felsőfokú szakképesítést, már taníthat is, és így járt. Tehát ő is tanult, és most tanít. A világjáró körutakat tett a zeneszárnyán Európa különböző országaiban. És hozzá a nevéhez fűződik a Monday Jam szervezése. Ez egy örömzene, legyen a zene mindenki, ugye nem csak Kodály mondta, hanem Csaba is. 7-től 70 évesig mindenki részt vehet, aki szeretne fellépni és valamilyen hangszere játszik, vagy énekel. Különböző városokban vannak ezek a koncertek, nem régen itt Békés Csabán is a Csaba Györgye előtt a tószínpadon, ott játszottak. Úgyhogy hadd mondjak el egy személyes, elmondhatom? Amikor nagyon régen, nem mondom az évszámot, Gitárral a kézben című zenei tehetségkutató versenyt rendeztem, akkor még az IFI házban, Csaba 14 évesen először ott lépett fel, és hát azóta nyomon kísértem a zenei pályafutását, és egyre feljebb lép.
eléggé jelentős, hiszen Gulyás Levente hatására a könnyű műfajban is otthonosan mozog már. Sokszor találkozhatunk vele a Művész Kávéházban, és én is már hallgattam az ő játékát. A Bartók Zeneművészeti Szakgimnáziumban kezdett tanítani, és most a premier tanár. Zeneszerző is, saját szerzeményei a klasszikus és a könnyű zene sajátos ötvözetei. Játékának kifinomultságán is érződik a klasszikus képzettség. És folyamatosan most is képzi magát. Előadásokat tart, motivációs előadásokat. És Hajnal Ildikó állandó partnere a könnyű műfajban. Itt állt a zenekar összeállt, és most szeretném színpadra szólítani Bálint Zsuzsát. Békés megyei gyökerei vannak Zsuzsának, a Bartók szakgimnáziumban tanult, aztán Szegeden végzett magánének szakon, és már egyetemi évei alatt is tanított, klasszikus dalesteket adott különböző zenekarokkal, és önálló estet is, elművölt a jazz. És a premierben Szegeden is tanít, de egy éve csak itt Békés Csabán. Úgyhogy, kedves vendégeink, a zenekar kíséri Zsuzsát, aki két ismert dallamot fog előadni, a Csittu Csik és a Kvándu Kvándu. My heart beats so that I could hide.
még egy szék vár valakire, és az a valaki pedig Falusi László. Békés bandában, a Békés bandában játszik, de zongorázik és gitározik is. A Balassi Tánc Együttes zenei vezetője, rendezője. 1988-ban profi zenész. A premierben a kezdetektől ott van, zenekari gyakorlatot, éneket tanít. És külföldi művészeti iskolákkal is folyamatos a kapcsolata, iskola alapításon is gondolkodik. Tehát akkor kiegészül most már a teljes zenekar, itt áll önök előtt, és akkor most már szólítom még egyszer a színpadra Hajtman Ildikót. Már mint komoly zenész, hamar jövőt, és most a könnyű műfajban lép önök elé a következő blokkban. A kezdetekben Szákocsis Péterrel léptek föl, és már-már klasszikussá nevesült könnyű zenei műfajt hallhatunk tőlük. Egyre több könnyű zenei felkérésnek tesz eleget. És hát ugye már sikerű előadásai voltak, ugye Lélekmelegítő Szabó Irával, aztán a Monológ Társakkal, a Tavaszi Fesztiválon, aztán a Szabadkígyósi Kastélynapokon, a Szarvasi Vízi Színházban, Ozán Márton Krisztián kíséretében. És több évtizedes magas színvonalú művészi tevékenységéért, Békés Csaba kultúrájáért kitüntetést kapott. Ezzel ismertünk el. És akkor, Ildikó, át is adom a szót neked, és legyen most a tiéd ez a blokk, és természetesen a zenek. Jó estét kívánok, és egy kicsit elveszem Ila kenyerét. Hát akik valaha voltak már olyan esetben, ahol énekeltem, tudják, hogy nem bírok ki, hogy ne beszéljen. Hát így lesz ez most is a számok között. Az első szám, amivel szeretném kedveskedni, egy régi történet, egy régi mese, de ez a mese bármelyikünkkel megtörténhet. Az első szerelemről szól, de talán ennél sokkal többről, hogy a történelem hogy rányomja a bélyegét minden ember magánéletében is. Így van ez Kárpáti Évlányában.
érkezett 33 Stefánia. Thank you.
dal következik. Arról a pillanatról, amikor két ember közül az a titok eltűnik, amitől másképp néznek egymásra, mint egyébként bárki más. És akkor ha kimondják, ha nem, ami eltört, meghalt. Mindenkinek fáj ezt kimondani, aki veszi a bátorságot annak is. Hát ez most egy ilyen pillanat. Egy eltört kapcsolat. Itt a végén. És megállt a szó.
Yeah.
Mikó az idén csatlakozott a premier művész tanáraihoz, úgyhogy ő is tehát premieres lett. És még nincs vége a koncertünknek, hiszen most újra Kulcsár Sándor szeretnének kicsit más oldaláról is bemutatni. Kulcsár Sándor itt ül, már egyszer bemutattam, de azt is el szeretném mondani, nem csak iskola alapító, nem csak iskola igazgató, nem csak az iskola tanára, hanem egy zeneszerző is. Nagyon szereti a verseket, és kortárs magyar költők verseit szokta megzenésíteni, és etüdöket is ír, tehát hangszervet, főleg a technikai képességek fejlesztésére szolgáló zenés kis etüdöket. Úgyhogy oktatóanyagokat is készít, úgyhogy nagyon sok oldalú egyéniség. Úgyhogy most zeneszerzőként is megismerhetjük őt, és szövegíróként is, hiszen a következő két zeneművet ő írta, a zenéjét is és a szövegét is. Komponálásai dallamosak, ritmusosak, lüktetnek bennünk, vérünké válnak, és hát a szavak, amiket elmond, nagyon érdekesek, gondolatgazdagok, úgyhogy következik tehát két saját szerzeménye Kulcsár Sándornak, és természetesen a zenekarra és a lányokkal, Lépegető és a Szágoldás. Thank you.
a maradt még idején. Nem érzek semmit, előző bátran lép. Napok a szívem, lelkem is lábban ég. Thank you.
hazaré.